Tavaly november óta eddig két váltásban mintegy 60 osztrák katona is részt vesz a déli határszakasz biztonságának megerősítésében. A munkáját február elején megkezdő második osztrák műszaki kontingens hasonlóan az első alegységhez kizárólag támogató feladatokat lát el. A katonák határrendészeti szolgálatokban nem vesznek részt. A feladatunk szállítás, főként az élelem szállítása innen Bácsalmásról három magyar konyhába, ahonnan öt helyre viszünk reggelit és ebédet a magyar katonáknak. Építési munkálatokat is végzünk, a második osztrák kontingens Madarason megkezdte egy utánpótlási makadámút építését, a magyar konténertábortól a határig. Az osztrák katonák nehéz műszaki gépekkel együtt érkeztek a magyar határra. Hoztak magukkal többek között két 20 tonnás és egy 40 tonnás markológépet, egy 50 tonnás gumikerekes homlokrakodót, valamint egy földgyalút, egy buldózert és egy úthengert. Az ezredes elmondta, a magyarok igyekeznek mindenben támogatni az osztrák katonákat. Véleményem szerint az együttműködés kiváló. A magyar tisztek minden lehetséges módon igyekeznek támogatni minket, így mindig nagyon finom ételeket kapunk, az elhelyezésünk is nagyon kényelmes, és megkapjuk az összes szükséges anyagot az útépítéshez. A sok munka mellett természetesen a pihenésre is jut idő. Munka után esténként Bácsalmásra szoktunk menni, ahol eszünk és iszunk valamit. Hétvégén pedig esetleg Szegedre, ahol megnézzük a város nevezetességeit. A magyar összekötőtiszt elmondta, hogy kiváló az együttműködés a két nemzet katonái között. Együttműködés kiváló szintet eléri az osztrák kontingenssel. Azt csinálják, azt hajtják végre, amit kérünk, vagy illetve meghatározunk nekik. Rugalmasak. Nem egyszer fordul elő az építés során olyan feladat, ami azonnali döntést igényel, és az természetesen rugalmasságot követel meg az embertől. Nagyon jó velük együtt dolgozni. A Kelebia térségben dolgozó osztrák műszaki katonák építették meg egyebek mellett azokat a határvédelmi bázisokat, amelyek elkészültük után jelentősen megkönnyítették a határos szolgálatot teljesítő magyar katonák mindennapjait.